Akit várok, legyőzte a lehetetlent, amikor legyőzte önmagát, és állítja, nem az ő érdeme. Akit várok, azt mondja, a siker csak messziről tűnik a boldogság kapujának. Akit várok, hittel él. Most hol tartja az érmeit? Korábban az édesanyja, ő gyűjtötte össze az érmeit. Most hol vannak ezek az érmek? Otthon tartja? Mindig a feleségemet kérdezem meg, hogy hol van. Egy dobozban vannak. De ezeket az érmeket, tiszteletdíjakat nem szeretem kitenni a lakásunkba. Ezek a trófeák valahogy nagyon a múlt felé irányítják a gondolataimat. Több kár van belőle, mint haszon. Kondoroson született, de három testvérével már Nyíregyházán nevelkednek. Édesapja evangélikus lelkész, édesanyja tanítónő. Már kisiskolásként elhatározta, hogy öt tusázni fog, sőt azt is, hogy bajnok lesz. A városban csak három tusázni tud, de minden lehetőséget megragad, minden erejével menni akar a saját útján. Az első világháború után a nagypapája Szlovákiából, Felvidékről elköltözött Magyarországra. Igen, Kiskörös mellett 4 kilométerre van egy tanyavilág, ahol ő mint kátortanító tevékenykedett. A nagy lánya, édesanyám 21-22 éves lehetett, tanítónőképzőt végzett, és hát az én nagyanyám úgy érezte, hogy az a tanyavilág ottan a szőlők között nem juttat a termésből neki vőlegényt is, és bevitte édesanyámat Kiskörösre vasárnap a templomba, mert hallották, hogy egy fiatal református pap fog prédikálni. Vártak, és egy idő után ezt édesanyám mondta, itt a fülem mellett világos, tiszta szavakkal elhangzott, ott jön a férjed. És aztán megtudtam, hogy ennek a férjnek a neve Balcó András. Mert gyerekfejjel eldöntötte, hogy öttusázni szeretne, és öttus a világbajnokságot akar nyerni. Hogyan találkozott az öttusával? A lovaglásra valami érintettségem már volt 15-16 éves koromra. Debrecenben jártam a református kollégiumban, gimnáziumban. Ott hetente egy úszedzése volt lehetőségem, tehát ez már a második szám. És Nyíregyházán nem tudom miért, atlétizálni kezdtem, és hát futóedzésekre jártam. Az a három szám már megmúlt, egyszer olvastam az újságban, hogy egy Benedek Gábor nevű magyar öttusázó Chilében a világbajnokságot nyert. És én bennem összeállt a kép, magyar öttusázó és világbajnok. Hát ha ő igen, akkor én miért ne? De hogy jön ez, ezt el nem tudom képzelni, csak azt tudom, hogy valamilyen felső beavatkozás. Attól kezdve másképp léteznem, mint öttusázónak, soha nem vetődött fel bennem. Azt vettem észre, amit az Isten akar, hogy csináljunk, ahhoz minden szükséges kelléket megad. 1954 tájékán nekem a paplakba rendelkezésemre állt egy P-38 mintájú német szolgálati pisztoly, amit az öttusából, illetve a hárantusából lehetett használni. Kaptam egy pisztolyt, ott volt benne az éli szekrényben a tankönyvek és a füzetek között. Azt én hetente többször elvittem Nyíregyháza határába, ott a golyófogó töltések voltak, a táblámat leszúrtam, kiléptem 25 métert és elkezdtem lőni. Te csak oda ment a sportegyesülethez és kért egy pisztolyt és adtak? A három tusa az öttusának úgynevezett elősportág, úszás, futás, pisztolylövés. És ez egy Milutai bácsi, aki ilyen, maga is ilyen lövész, sportoló volt,
az adta nekem ezt a pisztolyt, vigyázzál a kisfiacskám, és amikor elfogyott lőszer, elmentem Milutai bácsihoz, és kaptam dobozba 100 lőszert. Tátom a számot, hogy egy ilyen taknyos gyerekt rábíz valaki egy ilyen pisztolyt. Az egyik tanárom azt mondta, hogy ledorongolt engem valamiért. Épp el volt törve a kulcsontom, lovaglásnál eltörött. És mondta, hogy igen, mert a balca az meg akar nyerni az ötus a világbajnokságnak a lovaglását. És akkor, aki nem mondtam, de egész biztosan emlékszem, hogy magamba gondoltam, hogy nem a lovaglását akarom megnyerni, hanem az összetettet. 17 éves voltam. És hát ki mondja meg azt, hogy lehetett az, hogy én 17 éves voltam, és már így be voltam arra állítva, és be voltam flúgolva arra, hogy én ötusázoljak. ...1955-ben egy országos versenyen Benedek Ferenc edző fedezi fel az akkor 17 éves vékony fiút, majd érettségi után Budapestre viszi, ahol a Csepeli klub sportolója lesz. Két év múlva már a háromtusa országos bajnoka. 1958-ban pedig a világbajnokságon 6. helyezést ért el. Egy évvel később már ezüstérmet nyert. Pécset volt egy háromtusa verseny, amit én már megnyertem. A pisztolylövést úgy nyertem, hogy 10-ből 100-at lőttem, és a budapesti háromtusázókat, akik már lovagolni is jártak edzésen, ezeket az embereket én a 3000 méteres terepfutásban 30 másodperccel megelőztem. És ezt látván a Csepeli edző írt édesapámnak, hogy érettségi után vár. 1956-ban, július 1-2-án kerültem Pestre, és a csepelieket megismertem, és ott kezdtem az ötusázást, a sportolást. Napi 8 óra munka, előtte utána edzés, és megindult egy ilyen verkli. Az az érdekes, hogy 18 éves koromban kerültem Pestre, és 19 éves koromra már kivittek volna egy ötös a világbajnokságra, de lebetegedtem, és csak a következő 58-ban jutottam ki világbajnokságra, sőt egy évvel később Egyesült Államokban második voltam egy világbajnokságon. Tehát nagyon gyorsan szaladt fel a pályám. A jó iskola most is meghozta eredményét. Balcó András a legjobb időt érte el, 12 perc 37,7 másodperces mesés teljesítménnyel megszerezte az összetett egyéniben a világbajnoki címet. Ifjúsági öttusázóink nagyszerű kettős győzelme után Balcó András és a magyar öttusa csapat ért el teljes sikert. ...1960-ban a római olimpián tagja az aranyérmes öttusa válogatottnak. Egyéniben ekkor a 4. helyet szerzi meg. Csalódott, mert nem tudott úgy versenyezni, ahogy szeretett volna. Meg is sérül, leesik a lóról. Amikor felkerült Budapestre, akkor egy ideig edzővel edzett. Aztán egy idő után úgy döntött, hogy inkább önmaga edz. Hogyan történt ez a fordulat? Ez a római olimpián történt elsősorban, a nagy fordulás, amikor 4. lettem az egyéniben. Csapatban megnyertük. Valami elszánódás is történt, és arra jöttem rá, hogy csak magamra számíthatok. És ez odáig jutott, 1962 végén, akkor az edzőmnek megmondtam, hogy a továbbiak során magam edzője kívánok lenni, mert azt az edzésmunkát, amit én gondoltam, hogy el kell végeznem, ahhoz már nem voltak partnerjaim. Sok embernek mondtam, hogy jöjjön, gyere, megyünk futni, és hát olyan mennyiségeket futottam, utólag már arra is gondoltam, hogy nem is a testemnek volt szüksége erre a nagyon sok futásra, hanem a lelkemnek. Ilyen volt hétfőn, szerdán, pénteken, reggel lefutottam 28 kilométert, 2 óra, olyan 4-10-es ezrek. És
elmentem, még egy edzésre, délután is a vívásra elmentem, este lefutottam még egyszer 28 kilométert. Ez volt, hát 56 kilométer jön ki, ez volt hétfőn, szerdán és pénteken. Senki nem akart velem jönni, és ezt meg tudom érteni. De az volt bennem, hogy nekem a tőlem telhetőt kell megtenni, és mert csak akkor leszek nyugodt. Ha nyerem, ha nem, mindent megtettem. Nagyon rossz volt Rómában, hogy nem állt fel a dobogóra? Csapatban igen. Csak azt tudom, hogy én nem sírtam soha akkor, amikor a csapatban álltunk a dobogón, én elsírtam magam, de valami megszilárdult bennem, jó értelme, megkeményedett, hogy csak magamra számítottak. Tulajdonképpen azon a dobogón álláskor érkezett meg ez az egyértelmű tudás, gondolat. A fővárosba indulás előtt édesapja egy Bibliát ad neki. Az útra való, a nagyvárosi, Isten létével vagy nem létével egyáltalán nem törődő közegben 1962 nyarán nyer új értelmet. A Dunaparton sétál, amikor egy csónakon hírt hoznak, édesapja halálának hírét. Egy evangélikus lelkész fiaként azt gondolom, hogy olyan családi környezetben nőtt fel, ahol Isten állandóan jelen volt. Biztosan kötelező volt menni vasárnaponként az Isten tiszteletre. Hogyan jutott el ettől odáig, hogy fiatal korában úgy gondolta, hogy ez csak egy mese, amit az idősebbek kitaláltak? 18 éves koromban kerültem Budapestre, addig úgynevezett vallásos nevelésben részesültem, vasárnap el kellett menni a templomba, de amikor cseperedtem, szívesebben mentem a karzatra, már nem kellett anyuka mellett a papnék padjában lenni, és amikor Pestre kerültem, egy idő után egész biztos voltam abban, hogy az Isten nem létezik. Úgy gondoltam, hogy ezt az Isten dolgot idősebb férfiak találhatták ki, mert akinek van valamilyen elképzelése az életről, mint nekem volt elképzelésem, hogy én világbajnok szeretnék lenni öttusában, mert azt tudtam, hogy ha egy világbajnokságot nyerek, életem végéig olyan boldog leszek, hogy azt tőlem soha senki nem fogja tudni elvenni. Tehát én Pestre kerülvén egy olyan közegbe kerültem, ahol az Isten kérdés nem is vetődött fel, de sem mellette, se ellene, tehát istenmentes körülménybe kerültem. Ugyanúgy, amikor megtudtam, hogy édesapám meghalt, világos, tiszta, a Dunaparton sétáltam, vártam valakit ott az alsó rakparton, és világos, tiszta hang, amikor édesapám halálát tudomásul vettem, világos, tiszta két szó, annak a számára, aki voltam, aki tulajdonképpen addig is tagadtam az Isten létét, ez hangzott el. Isten van, és az én életemnek egyik nagy fordulópontja ez a nap volt, 1962. július 1-je. Az Isten tud ilyen konkrétan is szólni emberhez, vigasztalni, bátorítani, irányítani. A 64-es tokiói olimpiára nem mehet, egy év eltiltást kap. Ez alatt az év alatt még többet fut, kétszer annyit vív. Más vívótermekbe is lejár, és még az olimpia előtti évben párbajtőrben is országos bajnokságot nyer. Egy olimpia kimaradt, a tokiói olimpia, mert egy barátjával belekeveredtek egy furcsa ügybe, vagy igen, nem olyan kellemes ügybe. Azt gondoltuk a sporttársammal, hogy az életünket meg kell alapozni. Akkor tehát egy sportlóra, amelyik nem csempészett, úgy néztek, mint valami ilyen űrlakóra. Hát mi is beestünk ebbe a csapdába, és Romániába gondoltuk az életünket bebiztosítani.
kora nyugodtan voltunk kint, karórákat vettünk, és Romániába akartuk el, Erdélybe, és Romániába akartuk eladni, és ott minket elfogtak, és eltiltottak bennünket a versenyzéstől egy évre, és ebbe az egy évben beletartotta a Tokió olimpia is, és hát azt tudtam, hogy ezt az évet, az eltiltást fel fogom használni arra, hogy sokkal többet fussak, mert az ott jó befektetés. És ez hasznomra is volt, mert nagyon futásban nem volt problémám. Melyik volt még jó száma a futáson kívül? A vívás, gondolom, nem? Vívás jó szám volt? Eleinte nagyon rosszul vívtam. Nem volt a véremben, hogy becsapjam a másikat. Jó keresztény, az nem csapja be a másikat. De aztán rájöttem, hogy az az én dolgom, hogy elmentem vívni más vívótermekbe is. Tehát kétszer annyit kezdtem vívni, mint addig. És ennek évek alatt megjött az a haszna, hogy 1963-ban párbajtőrben országos bajnokságot nyertem, ami hát érdekes volt, a sok jó vívó, sok világbajnok döntős, nagyon jó vívó előtt megnyertem az országos bajnokságot, és attól kezdve komoly bajom nekem a vívással nem volt, több VB-n is előfordult, hogy a vívószámot megnyertem. És aztán kitalált egy trükköt is, amikor énekelni kezdett. Ja, igen, az volt, hogy az a bizonyos feszültség, ami a 5. világbajnokság után tudtam, hogy ha a 6. nem nyerem meg, és ezüstérmes leszek, az nekem égés. Hát ez egy furcsa helyzet volt. De ott is volt ott a szorongás, hogy elvárják otthon is, és nem megy, nem megy, nem megy. És arra gondoltam, hogy valahogy tereljem a figyelmemet, hogy ne görcsöljek itt. És akkor azt gondoltam, hogy elkezdek énekelni halkan, senki ne hallja. És hát, ha az fog segíteni. És akkor a sisak alatt énekeltem. Azt énekeltem, kósza szél, a felhők lágyul, én száj repül velem, új világ felé. És csak arra figyeltem, hogy az éneklést abban ne hagyjam. És a vívószámot megnyertem. És ennek az ügynek az érdekessége az, hogy a következő esztendőben Villányi Zsigmond csapattag volt, Egyesült Államokban volt a világbajnokság. 12 éve fiatalabb volt, mint én. Nagyon rendes, jó Isten nyugosztalja, meghalt. Ez a Zsiga odajött hozzám, a vívásunk közepettáján, és azt mondta, hogy Bandi, nem megy a vívás, mit csináljak? És mondtam neki, hogy Zsiga, amikor azt mondják, hogy Ali, kezdjél el énekelni, és arra figyelj, hogy a éneklést ne, semmi másra, akár támadsz, akár védekezel, csak az éneklést ne hagyd abba. Azt mondta, na jó, de hát mit énekeljek? Hát mondom azt, hogy kósza szél, a felhők lágyul én. Elment, volt 14 győzelm, és nem volt veresége. És ő lett a második a világbajnokságon, én a harmadik. De ha én nem tanácsolom neki azt, amit tanácsoltam, akkor én vagyok a másik, és ő a harmadik. És majdnem még örömmel gondolok arra, hogy Zsigán így tudtam segíteni. És egyáltalán magának az éneklésnek a lényegéhez tartozik, hogy az éneklés bátorítás. Balcó András. 5-10-essel kezdett, ennél jobbat, szebbet el sem képzelhettünk volna. Balcó teljesítménye 194 kör. Ekkor emelte meg kalapját Hegedűs Frigyes doktor Balcó András előtt. ...1963 és 1969 között sorozatban 5 világbajnokságon nyer egyéni aranyérmet. Ebben az időszakban már egyedül edz, saját maga edzője. 1968-ban Mexikóvárosban csapatban győz, de mindenki egyéni aranyat vár tőle. 11 ponttal szorul a második helyre.
63-ban nyertem először világbajnokságot, az utána következő 4 világbajnokságot is megnyertem, és ebbe a helyzetbe az volt, hogy itt vagyok a világ tetején. Volt 2 öttusázó, aki 4 világbajnokságot nyert, de 5-öt senki nem nyert. Éreztem, hogy 1 hónap elmúlt a VB, 5. VB megnyerés után, 2 hónap elmúlt, és egy idő után az a maradéktalan és teljes boldogság, amin tudtam, hogy kell lenni, amit később aztán megtapasztaltam, tudtam, hogy kell lenni, de itt nincs. Tehát tisztázódott, hogy a siker nem adja meg nekem, illetve az embernek azt a teljes és maradéktalan boldogságot, amire Jézus azt mondja, elközelített a mennyeknek országa. Abba az állapotban, amire mindenki vágyik a lelke mélyén, de máshol keresi. 68-ban Mexikóban csapatban ismét nyertek, egyéniben 2. lett, ha jól emlékszem. Igen, igen. Volt valamilyen munkamegosztás vagy a csapaton belül? Tehát hogy működött a dinamika? A mexikói olimpián úgy volt, hogy ott 11 ponttal szorultam 2. helyre, és a csapatban nyertünk, sok pontot hoztam a konyhára. Balto András következik, rajtszáma 28-as. Balto nagyszerűen versenyzett, úgy, ahogy megszoktuk tőle. Elsősorban neki köszönhető, hogy Török doktort és Mónát a dobogó legmagasabb fokára segítette. Nagyszerűen futott, és végül Kucske mögött a futásban a 2. helyet szerezte meg, 14 perc 7,2 másodpercet ért el, összesen 1024 pontot szerzett. És mint később kiderült, ez sem volt elég. Élete legemlékezetesebb versenye nem egy olimpiai küzdelem. 1969-ben Budapesten rendezik az öttusa világbajnokságot. A befejező napon ezrek futottak mellette és ünnepelték a Hármashatárhegyen. Édesanyja és testvérei is ott szurkoltak a pálya szélén. Balcónak 26 másodperccel kellett jobbat futnia, most már mindenki tudta. Vajon sikerül-e? A pálya 4000 méter, a szintidő 14 perc 15 másodperc, ezért 1000 pontot. A sok ezer lelkes sportrajongó űzi, hajtja Balcót, futva, kerékpáron követik, biztatják. És Balcó teljesítménye egészen kátrázatos. 12 perc 06 másodperc alatt ért célba, nem csak behozta 75 pontos hátrányát, hanem további 48 pontot rávert nagy riválisára. Ha nyilván tartanák a világcsúcsot ebben a sportágban, akkor Balcó ezévi teljesítménye abszolút világrekord lenne, 5515 pontjával. Azt mondta, hogy a 69-es budapesti világbajnokság volt élete versenye. Azért, mert itthon volt? Hát azt az évet, 1969-es évet én kicsit pihenő évnek tekintettem. Akkor azt hiszem 31 éves voltam, hogy egy kicsit pihenni kell. De hát azt hiába mondtam volna az embereknek, hogy kérem, pihenni kell, tudják be nekem, 3. leszek, de majd jövőre. Ezt nem lehetett megtenni, és ott feszült benne, hogy itt, mikor itt vannak ennyien, és nem nyerni, és ezek a sokan, sok ezen ott vannak. Ezek. A futás segített ki a bajból, itt is az utolsó versenyszám volt. Az történt, hogy valaki futott mellettem, mit tudom én, 3000 méter megtétele után segíteni akart. És hát tudtam, hogy szabálytalan, és eltilthatnak engem. Oda szóltam neki olyan cifrát, ami nyomdafestéket nem bírt ki, biztos átégette volna a papírt, az a gyereknek mondta, inait elvágták volna, úgy meg. Tehát amikor szükség van, amikor baj van, akkor egész másnak a használható eszközök. Az édesanyja látta még versenyezni 69-ben itt? Igen, ott volt a verseny, édesanyám is, igen. Testvérei is? Igen, igen, ott voltak. Azért ez biztos más úgy versenyezni, hogy az ember tényleg itthon van.
Igen, szóval itthon nagyobb volt a felelősség valahogy. Egyáltalán érzem magamon a felelősséget. Csak azt tudom mondani, hogy ez a hazához, nemzethez való tartozás, hogy végül magyar vagyok, most valahogy ez az elnyomottság, ami volt szellemi és fizikai értelemben, azzal valamit, annak valamit ellene tenni valamit, de ez tudatalatt volt mind. Érzem magamon a felelősséget, hogy nem mindegy, hogy mit mondok, mert ha jót mondok, akkor az szaporodik, ha rosszat mondok, az gyarapszik. Soha nem volt tervem arra, hogy én egy ilyen helyzetbe kerüljek. De ezzel gazdálkodnom kell, lehet jó gazdálkodni, lehet rosszul gazdálkodni, és én úgy gondolom, nekem az a dolgom, hogy Jézusra mutassak. Balczó András azt mondja, az Isten osztja az olimpián is a helyezéseket jó tetszése szerint. Mindenki azt kapja, amit a lelke épülésére a legjobban tud, vagy tudna hasznosítani. Az Isten fizető eszköze nem a siker, hanem az a lelki állapot, amelyben már ő cselekszik a küzdőben, akit derűssé és elszántá tesz. Már 34 éves voltam, azt gondoltam, hogy hát az én boldogságomhoz, az szükséges, hogy egy egyén olimpiai bajnokságot is nyerjek. Összeszedtem még magam valahogy, mert a szorgalmam ettől az elkeseredéstől, hogy nem adja meg a siker, a boldogságot, a szorgalmam is megcsappant. De valahogy összeráztam még magam, és elindultam, és azt tudtam, hogy Magyarországon nagyon sokan drukkolnak nekem. Balczó András két csapatban szerzett olimpiai aranyérem után Münchenben 1972-ben 34 évesen egyéniben is az első helyen végez. A dobogó legfelső fokára vezető út hosszú, gyötrelmes küzdelem, de egy délutánon, a döntő előtt önmagát is legyőzi. Sokan ismerték az életem történetét, és azt gondoltam, hogy az embereknek, a nagyon sok ezer embernek a hangulata, öröme, örömtelensége összefügg azzal, hogy én nyerek olimpiát, vagy nem nyerek. És ez feszülté tett. Nagy volt a vesztenivaló is. Ha nagy a vesztenivaló, az ember egészen másképpen cselekszik, amikor nem törődök semmivel, könnyedén megcsinálok mindent. És a lovaglás volt az első szám, jó sikerült, a vívás is nagyon, a második szám volt a vívás, az is jó megindult, nagyon jó, mert álltam 12-0-ra, vagy 21-5-re, nagyon jól. És éreztem, hogy ha még 2 órán keresztül ilyen jól megy a vívás, meg fogom nyerni az olimpiát. És ez a felismerés, mint a féket behúzták volna, itt van a kezemben karnyújtásnyira a nyerés, és az embereknek szerezhető boldogság itt van a kezemben. És ebben az állapotban görcsültem. Ilyen kis 140 centis legények, egy éve évnek azok is lebögtek, és a feszültség az csak fokozódott, és egy időt rájöttem, hogy nem tudom megnyerni az olimpiát. És arra gondoltam, hogy ha valaki engem azért szeret, mert én olimpiai bajnok vagyok, az a szeretet nem ér semmit. Engem kell szeretni, Bandit, vagy Bandikát. Uram, én mindent megtettem a cél érdekében, de nem megy. Belátom, ügyetlenebb vagyok, kevesebb vagyok, nem megy. És az a belátás nekem megérkezett. Jött egy felszabadultsága valami érthetetlen derűvel, amire egy neves argentin író, költő, szellemóriás, az azt írta, hogy kit érdekel az idő múlása, ha sodrában egyszer felbukkan egy extatikus, teljes délután. És én ezt átéltem,
1972-ben a Müncheni olimpián belekerültem abba az állapotba, hogy mindig vágyottam, de nem tudtam, hogy a bukás kellős közepén fogom megkapni az állapotot, amelyet csak úgy tudtam bekönyvelni, hogy kegyelembe részesültem. Nem érdekelt, hogy adom a találatot, vagy kapom a találatot. Azt mondtam magam, hogy ha szólítanak a pásra, én oda megyek. De hogy adom a találatot, vagy nem, engem immáron nem érdekel. És ez a megszabadulás mit okozott? Az, hogy csak adtam a találatot, és nem kaptam a találatot. Egész életemben ezt az állapotot kerestem, és most megkaptam ingyen kegyelemből, és működik az alkalmasság állapota. Mindent megtenni a cél érdekében, és utána azt mondani, Uram, ez volt az én részem, most te következés ad. Vágyakozni, cél érdekében mindent megtenni, lemondani, nyerni. Ez az életemben nagyon sokszor bebizonyosodik, hogy ez a séma. Remekül fut, remekül fut. Biztos vagyok benne, hogy nagy idő lesz. Na még 10 méter, Andriskám, gyerünk! 1, 2, most! És most van bent. Annak örülünk, hogy a mi fiunk, az ötszörös világbajnok, megnyerte az olimpiai bajnokságot. Olimpiai bajnok, Balcó András! Ott dobálják fel a levegőbe, mert csak lelehelyzétek! Balcó András 5412 ponttal olimpiai bajnok lett. András 38 évesen családot alapít. Felesége Császár Mónika, maga is olimpikon, tornász, a Müncheni olimpián bronzérmet nyert. 12 gyermekük születik, Budakeszin nevelik fel őket, abban a házban, amit Balcó András maga épít. '62-ben megnősültem, 66-ban 4,5 évi házasság után elváltunk. Gyermekünk nem volt. Nem ez volt a válás oka. 9 évig voltam nőtlen, egész biztos, hogy soha életemben nem nősülök meg. Józan ember vagyok, kész, ez roló. És 9 év után mi sem volt vágyam, hogy megismert sportásnőmet, Császár Mónikát, a München olimpián csapatban volt, és harmadikon lettek, ő Gerendán negyedik lett. Nagyon szép, és ott a leugrás, jó a beleállás, nagyon szép gyakorlat, tapsol a Bayern Halle, várjuk a posztában. Be kellett menni a János kórházba az esküvő előtt, egy nagy teremben két fehér köpenyes hölgy faggatott bennünket távol egymástól. Kér, mindent megkérdeztek, hogy volt-e tüdőgyulladása, vagy hanyos lába van, már vízből mondom persze. És a végén volt a kérdések között az, és hány gyermeket szeretnének. És azt mondta, csendbe, nehogy a mennyasszonyom meghallja. 4-et, 5-öt. Bejött 4, 5. És vége volt, mentünk kifelé, és a János kórházba sétáltunk lefelé az úton, és kérdeztem, hogy kérdezték tőled, hogy hány gyereket szeretnének? Szeretnék? Mondta, hogy igen. És a végén aztán kiderült, hogy ő 5-öt mondott. Azóta 12 gyereket neveltek fel. Igen, 12 gyermekünk született, úgyhogy nagyon örülök, hogy így alakult, de az csak most ilyen kuriózum, hogy valakinek 12 gyermeke van. Régen 12 gyermek nagyon sokszor, nagyon sok volt. Csak ma szokottan egy kicsit az embereknek ez a 12-es szám. Azt olvastam, hogy annak örült, hogy a gyerekei közül senkiből nem lett élsportoló, vagy hivatásos sportoló. Hogyha az unokái közül valaki komolyan kezdene sportolni, annak örülne? Én mindeniknek örülnék. Én őszintén drukkoltam annak, hogy versenysportolók ne legyenek. Testedzés, azt most is csinálják, úsznak, futnak, kerékpároznak, de
a sportolás feltételezi a versenyzést, és az én gyerekeimtől mindenki azt várja, hogy na fiacskám, te is világbajnok leszel, meg jó tornász leszel, mint anyuka, és simogatják a gyerekfejét, a gyerek állottan azt se tudja, mi az, hogy ötusa, és neki legalább ötszörös világbajnoknak kell lenni. Ez a nagy elvárás agyonnyomja. A nagy elvárás mindenkit agyonnyom. És hát ezért nagyon örültem, mikor az egyik fiú ötusázni kezdett, megszűnt a szakosztály, és azt mondta, na jó van, akkor jogi pályára megyek. Úgyhogy a gyerekek nagy részt megtalálták a helyüket. Van benne gépészmérnök, építőmérnök, hála Istennek, helyünkön vannak. Időközben két szakot is elvégzett a testnevelési főiskolán, vívó szakedzőként és öttusa szakedzőként. Így a magyar öttusa sport irányításához szükséges minden lehető képesítést megszerzett. Mindennek ellenére látványosan mellőzték. Belovaglónak állt az Országos Lótenyésztési Felügyelőségnél. Úgy megérett bennem az, hogy abba kell hagynom a versenyzést. Azóta sem éreztem egyszer sem nosztalgiát a versenyzés felé. Nem szerettem volna, nem voltam még sohasem úgy azóta sem, hogy jaj, de jó lenne most még versenyzőnek lenni. Amikor befejeztem a versenyzést, akkor arra gondoltam, hogy én naív, hogy én a sporták szakmai irányítását át kell majd vegyem. De aztán kiderült, hogy naivitás, mert se pártok, se ügynök nem voltam. Próbálták beszervezni? Nem. Ez nagy megtiszteltetés számomra, hogy soha nem próbáltak beszervezni. Jött egy pillanat, amikor megtudtam, hogy a mezőgazdasági minisztérium egy státus létesít, az öttusa lovak belovaglója státust. Ami azt jelenti, hogy elmentem jelentkezni erre a feladatra, ami tulajdonképpen helyzetemben egy kicsit olyan portási, takarítói állás. De én nagyon ült, a lovakat mindig nagyon szerettem, a lovaglást nagyon szerettem, és tudtam, hogy nem hányhatják szememre, hogy itt hagytam a sportágot, és elmentem valahová, vagy cukrászdát nyitottam, hogy a sportágok közelébe maradhatok. És talán még az is benne volt, hogy megmutatom, hogy nekem van lejáratom alsó szintre is tevékenységbe. És hát elmentem belovaglónak, 6 évig voltam belovagló, ahol előfordult azért, hogy sokan belém törülték a cipőket, de azt tudtam, hogy ez ezzel jár. És ez a helyzet, ennek híre ment. Tanácsot közbe kértek azért, amikor belovaglóként dolgozott? Azért oda mentek néha tanácsért? Az volt a változás, hogy ha valamelyik ló nem akart menni valamelyik lovassal, akkor én felültem rá, és próbáltam idomítani. Naponta 5 lovat kellett lelovagolni, és de edzésre és versenyzésre alkalmassá lovagolni. Előfordult, hogy egy ilyen mozdulat, hogy ne engedd, hogy kitegye a bal vállát. És akkor szóltam neki, hogy mozgass ki a bal zablát. Ilyen tanácsot rengeteget adtam. Volt módom, mert amikor az edzések voltak, akkor én is ott voltam és lovagoltam. És 6 év elmúltával jött ez a pillanat, otthon ültem, nem csináltam semmit. Láttam, hol van a könyvespolc, és egyszer csak valami érthetetlen derű érkezett. Micsoda öröme? És akkor mint hogy egy hang, azt mondta volna, hogy Bandi, szolgasságod évei kiteltek, és most szabad vagy. És akkor megértettem, hogy nekem a belovaglást abba kell hagyni, hogy mit fog tenni, azt nem tudtam, és azt mondtam, mivel 10 évig vártam a méltóképpen elhelyezkedés lehetőséget, hogy életem hátralévő részébe az öttusa sporttal foglalkozni nem kívánok.
És ez olyan békével és örömmel telt el, én úgy éreztem, hogy megszolgáltam, nincs lelkiismeret fullásom amiatt, hogy nem vártam még egy 5-6 évet, hát így voltam én ezzel. Ez részben valószínűleg annak a Kósa Ferenc filmnek a következménye, ami hihetetlen siker az egyik oldalon, a másik oldalon pedig elég súlyos következményekkel járt. Gondolta akkor, amikor elkészült ez a film, hogy ilyen nagy hatással lesz az életére? Se Kósa Ferenc nem gondolt, se én. Nem gondoltam, hogy ennek olyan utóélete lesz. Tudom, hogy sokan azt gondolják rólam, hogy én vagyok az ötös a professzora, és nekem a versenyzőket arra kellene tanítanom, hogy tanítanom kellene az ötös a szakmájára, hivatására. De amit én legjobban tudok, az nem tanulás kérdése, hanem inkább vállalás kérdése. Sőt, nem is vállalás, nem ez jó. Itt inkább alázatról van szó. És ez a legnagyobb hiányzik, úgy érzem, a mai ötösázók között. Hogyan jött az ötlet? Kósa Ferenc megkereste? Másügy kapcsán le kellett utazni Nyíregyházára, Kósa Ferenc szervezett ott valamit, egy ilyen tanyasi kollégium megmentésére. Nagyon sokat beszélgettünk, és néhány óra ilyen beszélgetés után azt mondta, hogy szeretne Latin Zoltánról portréfilmet csinálni, dr. Béres József biológusról, és ha én ennek a filmnek tagja lennék, akkor én lennék a harmadik tagja. A Latinus Zoltánról nem tudtam megcsinálni, mert Latinus Zoltán meghalt. Béres Józsefről csinált filmet, és elkészült 6 nap alatt a Küldetés című film. Úgy havonta egy forgatási nap volt. Puzsgai Imre adott lehetőséget Kósa Ferencnek, hogy a filmet elkészítse. Elkészült a film, és olyan utóélete lett, hogy nagyon sok helyre jutottunk el az országba. Gondolkoztam mindig, hogy mi lehetett az oka annak, hogy ennek a filmnek ilyen hatása van. Nem tudom, hogy mi. Nyilván valamilyen hiányt pótolt, ezt tudom elképzelni. Van ebben egy kórház jelenet, amelyben azt kérdezi tőlem Kósa Ferenc, hogy és mitől várod az életed elrendezését? És én rögtön mondtam, hogy attól, hogy az Isten majd elrendezi. Erre a Kósa Ferenc azt mondta, ne bomolj, Bandi. És ez bizony nem tudom mihez hasonlítani, hogy mit fényképeztem be felülről. Nem sokkal ezek után mondta, hogy én már csak evilági dolgokkal vagyok hajlandó foglalkozni. És ettől kezdve a mi kapcsolatunk meglazult. Mert én az Isten felé mutattam, illetve Jézus felé, ő pedig az embert akarta mindig segíteni, és ehhez kapott isteni segítségeket. Csak azt hiszem, hogy neki az ajándékozót meg kellett volna jelölnie ahhoz, hogy a barátságunk kiteljesedjen. Akkor sem bánta meg ezt a filmet, amikor később várt arra, hogy megkapja a megillető helyet? Adinak van egy verse, az a cím, hogy új lovat. Abban leírja, hogy van új körülményre van szüksége neki. És én is azt éreztem, hogy nekem a küldetésfilm egy következő közlekedési eszköz. Segíts meg Isten új lovad a régi hű útra előtt, hogy sóbálványán nem eredjek mai csodák előtt. Az irgalmatlant küld társamul a rohanó büszke hevet, és emberségem ezután már legyen kegyetlenebb. Ennek a megfelelő tapasztalatom nekem a sportolás jelentett egy ilyen szimbolikus mozdulat, vagy valamit felemelni, láthatóvá tenni. Itt pedig konkrétan telibe lehetett fogalmazni dolgokat a küldetésfilmek. Tehát köszönhetek neki, Kósa Ferencnek, és köszönöm azt, hogy végül is rákérdett egyszer a Bibliára, és mondtam egy ige részt benne. Miután a versenyzést befejeztem, az egyensúlyom biztos könnyebben megbillent volna,
hogyha ha nem tudom a Bibliából azt, hogy, hogy a boldogság egyik forrása az, ha az ember éhezi és szomjazza az igazságot és háborúságot szenved érte. De sorolhatnám ezt napestig, olyan sok szép gondolat van benne. A Küldetés című portréfilmje óta eltelt évtizedekben az országot járja. Több ezer alkalommal tartott előadásokat, élménybeszámolókat pályafutásáról. Vallja, hogy Isten nélkül nem lehet boldog életet élni, hogy a siker nem ad boldogságot, hogy a kudarctól való félelem állandóan gátolja az örömérzetet, és aki már nem akar mindenáron nyerni, az válik szabaddá. A filmben is beszél arról, hogy miért nem ment soha külföldre. Később sem merült fel ez? Amikor már gyerekeik voltak is? Hogy elmenni külföldre? Igen, hogy máshol könnyebb lenne? Soha nem. Pedig olyan kedvező ajánlatokat Olaszországból, Angliából, Egyesült Államokból olyan jó ajánlatokat kaptam, hogy megtiszteltetés volt, de egy mondat ebben a filmben el is hangzik részemről, hogy hazát elhagyni, az nekem nem megy. Ezt mondtam, hozzátettem, hogy nekem nem megy. Van, akinek megy, van, akinek kötelessége menni, de nekem tilos. Nekem erre adatott lehetőség, az Isten engem nem odamész, hanem odamész módon terelt, irányított, és hálát adok neki, hogy annak kedvéért, hogy a sportágban maradhassak, azokat a finom megalkovásokat nem volt kedvem elkövetni, amit elvártak volna tőlem azok, akik alkalmaznak, vagy nem alkalmaznak valakit a sportban. A mai napig járja az országot azért? Megy találkozókra? Találkozik? Igen, közelmúltban voltam. Református templomban szép korúakat gyűjtöttek össze, és azokhoz voltam meghívott előadó. És nagyon jó utóérzetem volt, állva beszéltem egy darabig, és utána ülve is folytatódott, és sok minden gondolat, kérdések jöttek, válaszok jöttek, és nagyon jól éreztem magam. A 2001-ben a Nemzeti Sport Közönség szavazásán Puskás Ferenc mögött a 20. század második legjobb magyar férfi sportolójává választották. Ugyanebben az évben kapta meg a Magyar Olimpiai Bizottság érdemérmét. 2004 óta a Nemzet Sportolója cím birtokosa. 2016-ban beiktatták az öt tusa világhírességek csarnokába. 2018-ban a Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Sportújságírók Szövetsége életműdíját vehette át. Volt úgy, hogy nem fogadott el egy elismerést, nem fogadott el egy díjat, mert úgy érezte, hogy valamilyen módon megalkuvás lenne. Volt egy olyan eset, amikor ilyen bizonytalanság volt bennem. Amikor ezelőtt körülbelül 12 éve, amikor a sportminiszter telefonált, hogy ő állítja össze a Nemzet Sportolója 12-nek a névsorát. Vállalom-e én a Nemzet Sportolója 12-ben benne tartozom? Mondtam, nagy megtiszteltetés miniszter, igen, vállalom. Azt mondta, hogy ő holnap után beadja a parlamentbe elfogadásra a listát, és majd fog hívni. Megtörtént, hívott, és azt mondta, hogy a parlamentbe elfogadták a listát. Én is benne vagyok, és várnak a parlamentbe az ünnepélyes átadásra. És akkor én tudtam, hogy nekem oda nem szabad elmenni, mert ott emberek vannak, akikkel nekem nem szabad kezet fogni. Mert a kézfogás, azonosulás, egyetértés, jóváhagyás, tehát nekem nem szabad. De ott volt a fejemben, ott van a 12 gyerek. Hát nem repültek még ki egyszer. Ott volt ez a hezitálás, és akkor olvastam Kosztolányinak egyik versét, a gyönyörű verse, a hajnali részegség.
és abban van egy ilyen rész, hogy de ott fönn, barátom, ott fönn a derűs ég, reszketve és szilárdul, mint a hűség az égbolt. És akkor rájöttem arra, hogy a hűség olykor-olykor reszketéssel jár. Abból tudtam meg, hogy vettem fel a cipőmet ebbe a dilemmámba, lenyúltam, hogy a cipőmet befűzzem, láttam, és hogy remeg a kezem. Reszketve és szilárdul, mint a hűség. Például egy kosztolány, hogy ezt ki tudod, hogy olykor-olykor a hűség reszketéssel jár. És aztán mégis beválasztották a nemzet sportolói közé, annak ellenére, hogy nem ment el. Nem is tudom, hogy ki érdemelné jobban meg. Én ezt az életutat kaptam, bölcsen kell gazdálkodnom vele, mert vannak nagy, úgynevezett kísértések, hogy ezt csinálni, azt csinálni, amazt csinálni. Visszanézve az életemre, látom, annyi jót kaptam az Istentől, amelyre én nem számíthattam. Legközelebb is tartsanak velünk, a nagyok adásait addig is megnézhetik a www.mediaclick.hu oldalon.